Polgármester úr, 19. alkalommal rendezik meg a falunapot. Miről szól ez a nap? Hát ez a község aprajának, nagyjának kikapcsolódásáról. Ingyen kaja, ingyen játék, mindenféle ilyen szabad. Hál' Istennek az időjárás is most már kegyes kezd hozzánk lenni. Úgyhogy először ez nagyon amatőr módon kezdődött, aztán most már kell szerintem egy kicsit profibbá válni. Ma este például az fénypontja, vagy úgy mondjam, az est utolsó műsorszám az Apostel együttes lesz, amit a községben nagyon sokan kedvelnek. Hányan élnek a községben? 1700 fős település vagyunk, úgyhogy ahogy most én beszélek, abban a pillanatban kezdődik egyébként a műsor, 3:30 van, hogy ettől kezdve pörög végig este 10 óráig. Mennyire nehéz egy ilyen kis település a polgármesternek lenni? Mennyire például ez a polgármester feladata? A napi problémákkal elég sokat kell foglalkozni. De hál' Istennek fejlődünk, nagyon sok segítséget kapunk a képviselőnktől is többek között. Most például egy szennyvízberuházás folyik, ami nem kevés összegbe kerül. Nagyon szép főterük van, ami tényleg azonosak is vagyunk egyébként, mert kezdjük el lassan egész, akik erre járnak, megállnak, mert nagyon megakad a szemük rajta. El fin de semana se deja ver, ya vienen los amigos.